A Marosvásárhelyi Vibe Fesztivál vendége volt Csinta Samu. A labdarúgó első ligában szereplő Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK klubigazgatója a foci iránt érdeklődő fesztiválozóknak elmondta, a hamarosan kezdődő új bajnoki idényben a Sepsi OSK az élvonalbeli helyét szeretné megszilárdítani. A Sepsi OSK a felkészülés célegyenesébe jutott. Az első ligás bajnokságot július 21-én kezdi a nagyszebeni FC Hermannstadt vendégeként. A mérkőzést, mivel a szebeni stadion felújítás alatt áll, Marosvásárhelyen rendezik 18 órai kezdettel. Csinta Samu elmondta, miután sikeresen zárták az első idényt az élvonalban, az új bajnokságban feljebb lépnének, és a felsőházba jutást célozzák. Arra kérdése, hogy hosszú távon lehet-e akár a bajnoki cím is a célkitűzés, úgy vélte, lépésről lépésre kell haladni. Tartsuk be a fokozatosság elvét. Másrészt én azt hiszem, hogy itt már abban az esetben, hogyha a Sepsi OSK úgymond veszélyeztetné a dobogósokat, veszélyeztetné a román bajnokság címére törőket, akkor talán más tényezők és más elemek is felbukkanhatnak. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy egyelőre jó lesz nekünk az első hat közé kerülni, megszilárdítani a helyünket, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. A Sepsi OSK folyamatosan erősíti a keretét. A legutóbbi igazolás a Prosser Dániel Bálint középpályás, aki a Puskás Akadémiától érkezik a háromszéki csapathoz.